Szépséged egy ragyogás, mint a csillaghullás. Ölelésed forró szorítása, az én bánatom elmúlása. Saját Szerelembe gurulva című versét szavalja Világos Jordán, aki Jordán poetik néven írja költeményeit. 2 éve kezdett rímeket faragni, elhunyt nagymamája nyomdokaiba lépve. Igazából a mamámnak, amikor ő elhunyt 2 éve, ő régebben írt verseket, és anyum megmutatta az emlékkönyvét, elolvastam a verset, és onnan jött az inspiráció, hogy én elkezdjek verseket írni. Leginkább szerelmes verseket írtam először, aztán jöttek ünnepi versek, hazafias versek, karanténversek is ugye itt a járvány alatt. A hosszú peresztegi pajtatábor, egy-egy szép táj, egy ünnep vagy személy az, ami megihleti. Amint eszébe jut egy verssor vagy egy rím, rögtön leírja, általában a telefonjába vagy a naplójába. A 19 éves fiú a kanizsai gimnáziumba jár, irodalomtanárának mutatta meg először a verseit, aki folytatásra bíztatta. Kezdetben közösségi oldalán és YouTube csatornáján népszerűsítette írásait, idén pedig megjelent első kötete, Montás címmel, a Szülőföld kiadó gondozásában. Jordán úgy alkot, hogy közben jelentős hátránnyal éli mindennapjait. Egészségesen született, és igazából egy szerencsétlen fülszúrás következtében kapott egy nagyon komoly agyhártyagyulladást, amit hát nagyon kevés gyerek él túl. Végső stádiumban volt, többször kellett újraéleszteni, hála Isten életben maradt, kihoztuk a kórházból. Annyi, hogy ez a gyulladás, mivel már nagyon későn lett észrevéve, a látóidegét érintette, és látóideg sorvadásban szenved igazából. Úgymond végleges állapot, nagyjából 10% a látása, másfél-két méter, amit úgy nagyjából ellát, és a tanulásában is igazából nagyító. Olvas és ír és egy nagyítógép alatt. A kötet megjelenése óta Jordinak már 20 új verse született. Amit nem tudok elmondani másoknak, érzéseket, vagy esetleg olyan eseményeket, amik rosszul érintenek, vagy nem tudok bizonyos dolgokról beszélni, azt én vers formájában fejezem ki, és úgy adom át. Jordán, amikor épp nem verset ír, dobol, a Smalls zenekarban játszik leginkább retro zenéket. 2 versét is megzenésítették már. Szabad idejében olvas, nagy mozi rajongó és ásványokat is gyűjt. Költeményeit mindenkinek, de elsősorban fiataloknak ajánlja, akik szívesen olvasnak kortársuk gondolatairól, érzéseiről.